A francia kormány új kezdeményezést indított az iskolai zaklatás visszaszorítására, amelyet kiemelt prioritásként kezel. Egy párizsi iskolában tett látogatáson Elizabeth Borne miniszterelnök és az államfő felesége Brigitte Macron egy videót népszerűsített, amely elmagyarázza, hogyan tudnak a szülők jobban odafigyelni a zaklatás jeleire. Borne arra is bátorította az áldozatokat, hogy ne maradjanak csendben. Beszélnünk kell róla. Ez nem normális. Egyetlen diáknak sem szabadna félve jönnie a középiskolába, tehát beszélnünk kell róla. És azt az üzenetet tudjuk átadni, hogy azért vagyunk itt, hogy segítsünk nektek. Azért vagyunk itt, hogy meghallgassunk titeket. Azért vagyunk itt, hogy támogassunk titeket. Tehát mindenek előtt beszélni kell róla, mondta. Egy 13 éves fiú évelei öngyilkossága élesítette újra a zaklatások elleni küzdelmet. A nemrég bevezetett intézkedések értelmében a zaklatókat át lehet helyezni egy másik iskolába, ahelyett, hogy az áldozatokat kényszerítenék a költözésre. Az iskoláknak pedig külön munkatársat kell biztosítaniuk a zaklatási esetek kezelésére.